jazzzenével kezdünk. Neumann Balázs, zongoraművész a 90-es évek vége óta van jelen a hazai jazz életben, miközben a világot bejárta már neves külföldi művészekkel, hogy csak Aldi Meolát említsen. A Neumann Balázs trió 19-én mutatja be Face, azaz Hit című lemezét a Budapest Jazz Clubban. A zenészekkel, Kaszás Peti barátommal, Máté Laci barátommal barátok is vagyunk, tehát a rezgések nem csupán a zenén keresztül mennek, hanem mi nagyon jóban vagyunk emberileg. A közös improvizáció az egy olyan beszélgetés, egy olyan nevetés együtt, ami, mint amikor egy jó poén elhangzik, és erre reagálunk, reflexiók vannak a zenekaron belül, velük gyakorlatilag repülök, tehát azt a zenét, amit én megálmodtam valaha, vagy amit szeretnék csinálni, azt ők tudják a saját gondolataikkal tökéletesíteni. A darabjaim nem szóló zongora darabokra vannak kitalálva, el tudom játszani szólóban is, de az nem az lesz, amit én reprezentálni szeretnék ezzel a zenével. Egyharmad része az én dolgom. Máté László bőgőzik, Kaszás Péter dobol. Önt sokoldalú hangszerelőként tartják számon. Ez az új lemezükön is megmutatkozik? Nem. Alapjelvéve trióban gondolkodom az elmúlt években. Tehát olyan szárnyalás, vagy olyan építkezés, mint az előző lemeznél, az Emerging Frequencies lemeznél, ahol kvartett volt, quintett, sextett, oktett. Tehát 8-an is játszottunk egy darabot, Fekete Kovács Kornél játszott, Makovics Dénes játszott, altfuvolázott, és végül egy big band kompozícióval záródott a ugyanazon darab, amit az elején kvartettben eljátszottunk, egy big band verzióban szólalt meg. Ilyen építkezés nincsen. Egy teljesen másfajta hangulat és más, hogy mondjam, szakmai kritériumoknak felel meg a lemez, ha úgy tetszik. Ez egy líraibb lemez? Abszolút. Ugye az a címe, hogy Face, azaz hit, tehát alapjelvéve minden egyes kompozíció egy arszpolitika a hittel kapcsolatos fogalmakról. És miben hisz a jazzzenész ön? Abban hiszek, hogy azok a szépségek, amik megérintettek az életben, azok közösek. Nem lehetek soha elég hálás azért, hogy ilyen dolgok történnek velem, mint hogy szép a családom, hogy muzsikálhatok egyáltalán. Ez egy szakrális dolog. Abban hiszek, hogy a hála az egy nagyon fontos dolog. Abban hiszek, hogy a szerelem egy nagyon fontos dolog. Abban hiszek, hogy a lelkek, akik már elhagyták ezt a dimenziót, azoknak van hova tovább repülni. Az első darab, a For Them című darab, az mindenkinek szól, aki ebben a dimenzióban volt, de már nincs itt. Tehát az egész darab úgy van fölépítve, hogy mintha egy ember életét, vagy egy lélek földi életét reprezentálná. Egy ilyen harangmotívummal kezdődik, és aztán így repül az egész, és végül elmúlik, de megy tovább. Ezt a végtelent szeretném bele reprezentálni. Hiszem, hogy van hova tovább menni, miután elhagytuk ezt a dimenziót. De vannak személyekhez dedikált darabok is, de ők élnek, hála Istennek. A Gratitude című, Hála című darab az Olá Kámánnak van dedikálva a lemezen, mert azt a rengeteg katarzist, amit ő okozott és okoz folyamatosan a zenéjével, azt én nem fogom tudni neki meghálni soha, ezért írtam egy polimodális darabot, amivel azt a zenei dolgot, amivel ő foglalkozik, és ehhez a Borbély Mihályt megkértem, hogy szoprán szaxofonozzon és polimodálisan improvizáljunk a Kálmánnak hálaként. Vagy a Veled című kompozíció a feleségemnek, azért az sok türelemért és végtelen szeretetért, amivel ő körülvesz engem. A többi darab pedig mondjuk az alázatról szól, például az Altered Perception, megváltozott érzékelés. Azt jelenti, amivel én küzdök egész életemben, hogy higgyem el, hogy néha lehet másnak is igaza. Nagyon nehéz embernek gondolom magam, mert a konkrét sztori az, hogy a Dés András barátomnak volt egy lemezbemutató koncertje, és egy ütőhangszeres művész. És az ütőhangszeres művészek teljesen másképp gondolkodnak a kompozíciókkal kapcsolatban, mint egy harmonia hangszeres, mint egy zongorista vagy egy gitáros. És azt hallottam, hogy ő a ritmikából, a ritmika fontosságából közelíti meg a kompozíciót, és olyan gyönyörű kompozíciókat hallottam, hogy sosem gondoltam volna, hogy így is lehet gondolkodni, mert én mindig vagy egy harmónia sor fog meg, vagy egy dallam, amit megharmonizálok. És ennél a darabnál tiszteletem jeléül inkább a ritmika felől közelítettem meg, és remélem, hogy jól sikerült. Ha ez egy lírai lemez lett, akkor nyilván jól tudja kamatoztatni a légiesen könnyed billentésű játékát, amelyet sokszor kiemelt mások mindenki. Én nagyon örülök, hogy ezt kiemelik az emberek. Én ezt nem érzem ennyire szignifikánsnak.
A klasszikus zenei tanulmányaim azok viszonylag rövidek ahhoz képest, hogy a jazz zenével mennyit foglalkozom, és a kétfajta billentés az teljesen másképp működik, ez az alapvető szituáció. Tehát én klasszikus nem tudok olyan szépen játszani, mint mondjuk azt, hogy jazzt, vagy könnyűzenét. Miben különbözik? Mozartot, Beethovent kiegyenlített billentéssel kell játszani. A jazz billentés az alapból a dinamikája, úgy hívják, hogy 2/4-es billentés, tehát minden második és negyedik hangot hangsúlyozzuk. De ha én játszom egy klasszikus darabot, azon azért mosolyognak a klasszikus zenészek. Tehát az én billentésem az elsősorban ugye jazz billentés, és én nagyon sokat játszottam digitális hangszereken egy időben, és ott próbáltam, amit a digitális hangszerek el tudnak rontani a billentésen, ezt próbáltam kiegyenlíteni egy erős billentéssel, hogy amikor visszaülök az akusztikus zongorához, akkor ne omoljon össze a billentésem. És ebből a kettőből lett valahogy ez, amit kiszoktak emelni, ez nagyon jól esik nekem, ez ilyen szép, szép megfogalmazás. A lemezen tehát akkor a zongora, a bőgő és a dob dominál. Ők ugye a bázis, tehát ők a trió. Borbémi Mihály elfogadta a meghívásomat, aki a Zeneakadémián volt mesterem, és sosem gondoltam, hogy egyszer egy lemezen, vagy egy lemezbemutató koncerten együtt lesz velem. Ő három darabban is játszik, egyben tárogatózik, egy darabban szoprán, és egyben darabban altszaxofonozik, és például az Indulj egy úton című népdalfeldolgozás az egyetlen nem saját kompozíció, de mégis saját harmonizáció, illetve hangszerelés. Abban ő tárogatózik, és fantasztikusan zenél. Aztán ott van Vinant Gábor, aki az én 20 éve elveszített édesanyámnak az emlékére énekli az Eternal című darabot, az egyetlen énekes zene a lemezen, amit Szőke Szandra csodálatosan költői minőségre emelt azokat a szavakat, amiket én nem is gondoltam, hogy egyáltalán ki lehet fejezni azokat az érzéseket. És ezt Vinant Gábor egy olyan improvizációval erősítette meg a darab végére, ami úgy hívjuk ezt a szakmában, hogy first take. Tehát amikor lenyomtuk a rekordot, és azt, amit először énekelt, így mondtam, hogy ne vegyük újra. Felemeltem a kezem, és azt mondtam, hogy kérlek, ne énekelj semmi mást, ezt kérem. A Neumann Balázs trió játszik. Keressék Feist című lemezüket, illetve ha tudják, hallgassák meg őket 19-én a Budapest Jazz Clubban. Balázs egyébként filmekhez és színházi darabokhoz is gyakran írt zenét, folytassuk hát színházzal.